csattog az ágvágó ebben a nagykáló melletti almás kertben. Február közepén már javában metszették a fákat. Természetesen az időjárás az meghatározza, hogy mikor lehet kezdeni a metszést, illetve hát az is meghatározza, hogy kinek mennyi földterülete van, és ki hogy számolja, hogy mennyi időre van szüksége a metszéshez. Mi már januárban megkezdtük, tehát valaki még el se kezdte, de nekünk meg kellett kezdenünk, hogy végezzünk időben. A január ugyan enyhe volt, február közepén esténként nem volt itt a mínusz 10 fok sem. A szakember szerint, ha ilyenkor metszik a fát, az nem okoz komoly gondot a növénynek. Erre az évre elmutató, hogy olyan jaj, de nagy fagyos éjszakák nem voltak. Mondjuk a ma reggel az érdekes, mert az mínusz 10-et mértem reggel, hogy felkeltem, de összességében nem zavart minket, tudtunk dolgozni. Talán azt lehet mondani, hogy az alapszabály az, hogy olyan mínusz 5 fok alatt már nem illik metszeni, bár a sérülések miatt, fagyási sérülések miatt, de mondom még egyszer, igazából ez minket eddig még nem hátráltatott. A tavalyi év aszályos időjárása megviselte az almafákat is. Azt azonban még nem lehet megállapítani, hogy idén mekkora és milyen minőségű termés várható. Az az igazság, hogy lehet nézegetni a rügy alakulását, vagy milyenségét, de a természet az csodákra képes mindkét irányban. Tehát hiába szépek a rügyek, hogyha tavasszal jön egy fagy és lesepri az egészet. Vagy lehet azt mondani, hogy satnyák a rügyek, de aztán olyan jó tavasz és nyár van, hogy nagyon szép termés keletkezik belőle. Megmondom őszintén, én nem nagyon szoktam nézni ilyenkor még, hogy mi újság van. Lehet, hogy ez egy szakmaiatlan dolog, de mondom még egyszer, becsaphatja az embert ez a fajta becslés. Egy átlagos évben Magyarországon 5-600 ezer tonna alma terem. Tavaly a szárazság miatt ennek csak nem fele. Az összes hazai termény 60%-a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyéből származik.